Márkó, tiéd az első. Nekünk a Barnával van egy podcastünk, a Márkó és Barna síkideg, és élő közönség előtt is szoktunk csinálni felvételeket. Na most mi egy olyan páros vagyunk, mint Stan és Pan, vagy Bud Spencer, Terence Hill. Nagyon érdekes egyébként, hogy hogy döntöttük el azt, hogy Márkó és Barna, és nem Barna és Márkó. Ebből hát az itt, ott is vannak feszültségek. Itt de emberi és szakmai minőségek alapján hoztuk előre a, ugye a Jobbik nevet, és akkor utána jött a második. De én nem gondoltam, hogy ezt most itt elkezdjük megvitatni, de hogyha problémád van vele, akkor... Én kíváncsi vagyok. Problémád a hajóssal van, Márkó, egyébként. Igen. Micsoda frusztrációk vannak, szóval, a hogy ez egy páros, tehát olyan nincsen, hogy Stan Pan nélkül, vagy Pan Stan nélkül, vagy Bud Spencer Terence Hill nélkül, hogyha értetek, hogy mi akarok kiukadni. Érted, Peti, vagy magyarázom? Tehát ez egy páros? Ez egy, tulajdonképpen ez egy két ember párosa. Ebben az a vicces, igen, hogy a Peti most visszakérdezett. Igen, értettem, és próbáltam rámutálni. Ez egy ilyen Ausztriából hoc poén egyébként. Te gyerekek, én hazamegyek, meséljétek el a hülye történeteket, csináljátok meg a hülye némeiteket. Mindannyian várjuk, csak akkor jók lesznek. Mi történt? Történt valami? Az égvilágon semmi nem történt. Hagyjuk az egészet. Kirúgom a Barnát is, meg haszom. Ez már, na, tök jó. Szóval, hogy a Strandfesztiválra mentünk, hogy csináljunk egy élő közönség előtt egy podcast felvételt, két vendégünk is volt, a Lil Flak, a Jorgi meg... Nem, ők nem egy páros, de néha vannak ők is párban, mint ugye te a testvéred, de ugye nem találtál megfelelő szakembert, azért a saját rokonaiddal csinálta a zenekart. Na, ha valami költséghatékony volt, ez volt. Na és hát megvalósult a legrosszabb rémálmom, az, hogy hív két órával az indulás előtt a Barna. Na mi van, megint késel? Kérdezem én, ez vagyok én. Telefon másik fél. Ne, beteg vagyok. Ez volt a Barna. Ne csináld már, hogyha nincs, hogy nem jössz. Úgyhogy egyedül lementem, lepakoltam. Na jó, fölpakoltunk a színpadra. De ennyit mondott, nem támasztott alá semmivel? Hát azt még azt mondta, hogy... Egy héttel az előadás előtt hívtalak fel azzal, hogy 40 fokos lázzal fekszem otthon. Ja, persze, és egy hétig tartott, nem, székletmintát vittél be rossz helyre. Ez történt, de nem a... Csúsznak a részletek azért. Szállj le a székletmintáimról. De miért kell székletmintákat leadnod? A székletminta az egy tök más dolog, semmi egy ilyen akut puffadásos hasmenésem volt, és akkor a lényeg az, hogy bekérték, háromféle székletmintát kértek be. Burjánzik a történet. Egyébként érdekes, hogy a puffadás máig nem múlt el. Az a túl, hogy én is elkaptam tőle. Na mindegy, a lényeg az, hogy megcsináltam, az egyik vendég elájult az adás közben, én elájultam utána, és még így is ez lett a legjobb adásunk eddig. Köszönöm szépen, Barna, hogy elrontottad a történetemet, az életemet és a podcastemet. Remek sztori volt!